Beköszöntött az ősz a bodoki havasok bükköseibe. Az éjszakák hosszabbodnak, a hőmérséklet folyamatosan csökken, és ezek a külső hatások indítják be a szerelmet a szarvasoknál. Ezt a párzási időszakot szarvasbőgésnek nevezzük, mert csak ekkor hallhatjuk a bikák jellegzetes hangját. Ez a bőgő hang arra hivatott szolgálni, hogy a hímek eldönthessék fizikai küzdelem nélkül, hogy ki az erősebb. A győztes bika elnyeri a tehenek kegyeit, így a terület teljhatalmú urává válik. Évről évre hallani ezeket az érces, érzékbizsergető hangokat, az erő és szabadság érzését adják számomra. Hét nap történését zsúfolom bele 25 percbe, emiatt sok apró részlet kimaradt, ezt a hiányt szóban igyekszem pótolni, hogy kerek legyen a történet. A bika, amit keresek egy vadállomány felmérés során került azonosításra, és könnyen felismerhető méretes, nagy terpesztésű agancsáról. Az első deres hajnal fénye új színben tünteti fel az erdőket. Kezdetét vette egy gyors átalakulás, ami csupán 2-3 hétig tart, az őszi színkavalkád. A légyölő galóca piros kalapja messzire látszik a sárguló erdőben, de ami a levelek közt lapul, már nem annyira feltűnő. A fiatal, fekete vipera, mint általában a fiatal hüllők, igyekszik kihasználni a késő őszi napsugarakat, remélve, hogy közben táplálékhoz jut. Kis teste hamarabb felmelegszik, mint idősebb fajtársaié, ezért gyorsabban emészti a táplálékként választott kisebb gyíkokat, rovarokat. A cinkék és szajkók riasztása azt jelzi, veszély van a közelben. A madarak nem számolnak azzal, hogy ijedelmük forrása épp a párválasztással van elfoglalva, és egy kis intimitás esetleg jól jönne. Körülöttük zajonganak folyamatosan. Az éjszakai portyázások miatt neheztelnek rájuk, mert ezek a baglyok akkor lepik meg és ragadják el az énekes madarakat, amikor azok kevésbé látnak, vagy éppen alszanak. Az egeret a hétköznapi táplálékból nászajándékká léptették elő. Igaz, ez őt már nem fogja boldogítani. Az uráli bagolynak a sikeres párválasztáshoz szükséges néhány egér vagy pocok felkínálása leendő párjának, hiszen ezzel is kell bizonyítania, hogy mennyire életképes. Ez egy medvebocs segélykérő hívása. Ha valamiért az anyja nem tud segíteni, akkor valószínű, hogy a közelben járkál, és erre figyelnem kell. Vadcsapáson indulok feléjük. Itt kevesebb az ág, és ezért csendesebben tudom megközelíteni őket. Az anya hurokcsapdába került, ahonnan szakemberek szabadították ki. Mindezt a marja mögötti szőrhiány és a kékes fertőtlenítő anyag színe mutatja.
A bocsok viselkedéséből kitűnik, hogy nyomot hagyott bennük az anyjuk szenvedése. Az egyikük megállás nélkül élelem után kutat, ami azt is jelentheti, hogy nincs elegendő tej számukra. A másik meg úgy kezeli testvérét, mintha ismeretlen lenne. Megnézi jól magának, miközben a nyugtalan medvék általános jellemzői figyelhetőek meg rajta. Feláll két lábra, hogy jobban lásson, a száját folyamatosan mozgatja. Oda-vissza járkál az anyja és testvére között. A medvék táplálékának jelentős részét alkotják az ízelt lábúak. Mivel a darazsak nem tárolnak mézet a fészkükben, mint a méhek, a medve a darázsfészkeket csak a lárvák miatt ássa ki. A következő völgyből egy kereső bika hangja halszik. Az ilyen bikáknak nincsen tehenük, és nagy területeken kóborolnak olyan bikát keresve, amelyet a hangja alapján gyengébbnek ítélnek meg, mint ő maguk. Ilyenkor heves szócsata alakul ki, és ha az egyikük nem tágít, akkor tetlegességre is sor kerül. A fizikai összecsapást tudatosan kerülik, mert olyan sérüléseket szerezhetnek, amelyek miatt később elpusztulhatnak. Egy fiatal bika hangját utánozva megpróbálom behívni. A módszer csak szarvasnász idején működik. Mintha zsinóron húznák, úgy közelít felém, keresi a vetélytársat. Nem sokára el fog ugratni, mert ilyen közelről már szagot fog. A szürkület a nyomomban, a szálláshelyen még legalább egy órányi járásra. A vadak már elindultak szokásos esti körútjukra, és ezen a környéken akad néhány bocsos medve, amelyekkel ma már nem szívesen találkoznék. Félelem kerít hatalmába. A láthatatlantól való félelem, mert tudom tapasztalatból, bárhol lehetne, későre vennénk észre egymást, és a lehetősége mindig megvan, hogy nem jól sül el a találkozás. Valóságként villan fel, amint ebben a sűrű ködben elmegy a közelemben egy medve. Megáll, és megnéz magának. Mintha a hátam mögött állna. Érzem a tarkomon a leheletét, pedig csak a hűvös szél simogat. A levelek zizegésén kívül semmi gyanúsat nem észlelek, ezért neki fogok felkészülni az éjszakára. De alig fogok neki, mikor neszezés miatt abba kell hagynom. Valamik közelednek. Ezt a bikát keresem. Az ő nyomai vezettek ide. Felbukkanása nem meglepő, de a közelség és a körülmények miatt mégis várat. Gondolkodni nincs idő, csak ösztönösen cselekedni. Ez volt a bika, de nem ez a találkozás, amit tervezek. Még találkozunk. Az éjszaka során többször is szarvasbőgésre ébredek.
pirkad. Gyorsan kikelek a függőágyból, indulok hajnali felderítésre. Folyamatosan figyelek minden zajra, szagra, mozgásra. Nagyvadak léptei hallatszanak a félhomályból. Igyekszem megközelíteni. Egyszerre vesszük észre egymást. Az idei bórjával van. Kíváncsiságból közelebb jön. Megpróbálja kideríteni, mi vagyok. Majd úgy dönt, nem vagyok méltó a társaságára. Fenyvesen túl egy másik völgyben ismét köd van. A hajnali párában az ismerős szarvasbikával való találkozás erősödő reménye bujkál. Megállok és figyelek. A szél elfújja a ködöt és a fölösleges gondolatokat. Az éjjel megint változott a levelek színe. Annyira belemerülök a csodálásukba, hogy csak szarvasbőgés hoz vissza a földre, egészen a talaj szintjéig, pont egy lódarázs mellé. Ez a bátor harcos talán az utolsó életben maradt példány a kolóniájából. Rövid életciklusuk miatt a kolónia többi része már elpusztult, hisz életük értelmét beteljesítették és a jövő nemzedék létét biztosították néhány, mostanra már megtermékenyített és elrejtőzött királynőben. Ahogy átérek a lombhullató erdőből a fenyvesbe, ismét meg kell állnom. Fekete harkályok figuráznak egy jegenye fenyő törzsén. Sajnos a gondatlan emberi beavatkozás itt is meglátszik. Nem tudom eldönteni, hogy a piros csíknak udvarolnak, vagy egymással van bajuk. Valamelyik völgyből egy bika hangja visszhangzik. Ezért nem tudom betájolni teljes pontossággal. Az előttem lévő sűrű fenyves a hangot elnyeli, a látási távolságot pedig korlátozza. Mindettől függetlenül meg kell keresnem, mert nem tudhatom, milyen bikát hallok. A fenyők közt valami mozog. Talán a keresett bika az, vagy valamelyik tehene. Most, hogy az árnyak testet öltöttek, az egész történet más irányt vett, és egyáltalán nem bánom. Több okból sem fogom megzavarni őket, mint például tisztelet, kihívás, félelem. Kihívás úgy itt maradni egy ideig, mintha az erdő része lennék. Elég közel kerülni ahhoz, hogy a szemükbe nézhessek. Mert a tekintetükben élet van és energia. Az anya észrevett. Az egyetlen fegyverem a félelem, ami annyit jelent, hogy nem fogok ostoba mozdulatot tenni. Olyant, amire nem kívánatos reakció lenne a válasza. A medvék fogságába kerültem. Újra az az érzés, milyen gyönge és tehetetlen tud lenni az ember a természetben. Biztosra fog menni, hogy jól lát-e. Ezért tesz egy félkört, csökkenti a távolságot, miközben csak néha néz rám. Emiatt nem látom a szemeiben és a pofáján, hogy mi járhat a fejében.
Mindig többnek érzem magam, ha egy vadnak a szemébe tudok nézni. Mindig tanulok, megtudok valamit belőle. A bocsok játék közben folyamatosan közelebb kerülnek hozzám, az anya meg szemmel tartja őket, készen bármikor a segítségükre lenni. Egyre nehezebb nyomon követni és idejében reagálni az apró jelzésekre. Ideje indulnom. Szia neked is! Ahhoz, hogy távozhassak közelükből, minden lépést nagyon lassan, hangtalanul kell megtennem. Ti csak maradjatok ott egy csomóban. Sötétedik. Nem megyek most a bika felé, mert már képtelen vagyok figyelni olyan szinten, amit a sötét erdő megkövetel, és már a fák is kezdenek mozgolódni. Igen, bármelyik fa kiléphet elém, és attól földbe gyökerezne a lábam. A hosszúra nyúlt hajnali séta után lassan a szálláshely felé bandukolok. Úgy érzem, megérett az idő a nagy találkozásra. A hagyományos behívom a bikát, vagy a hangja után megtalálom módszer nem működik, mert a bika, amit keresek, ritkán hallatja hangját napközben. Visszahúzódó egyéniségére, lábnyomaira, hullatékára, vizelet szagára, fákon hagyott sérülési jelekre kell alapoznom a megfelelő erdőrész kiválasztását, ahol szépen elsétál majd előttem. Ez a hely nem tűnik a legalkalmasabbnak fedezék szempontjából. Nyílt szálerdő, recsegő avar, sehol egy bokor, de pont ezért választja ezt a helyet váltónak. Itt az egyik tehén. Eddig ezen kívül még kettő van körülöttem. Mind más-más helyen, de ugyanakkor közel egymáshoz. Nem tudom megmutatni őket, mert a fényképezőgép megmozdítását észrevennék. Ez ő. Hihetetlen, hogy nem vesznek észre. A körülöttem lévő tehenek miatt nem cserélhetek objektívet, amivel többet mutathatnék a környezetből. Ha tartja az irányt, itt fog állni előttem. Általában a tehenek figyelmeztetik a szerelemtől elvakult bikát. Egyenesen az objektívbe fog nézni, mikor észrevesz.
ebben a fényben látszik igazán, mekkora agancsának koronája. Közben folyamatosan hagyja a vizelet nyomokat. Ezért nehéz közel kerülni a bikához, mert mindenütt figyelő szemek vigyázzák, amelyek ezúttal csődöt mondtak. Teljesen jól lát, de szeme és füle ilyenkor inkább az ellenséges bika lefülelésére alkalmas, amely megpróbálja meglopni valamelyik távolabb legelésző tehenét. Még mindig remegek, pedig már percek óta beváltottak a sűrűbe. Ez az a része a történetnek, amit nem tudok sem elmondani, sem bemutatni. Most csak ülök egy fának dőlve, és igyekszem megélni és megérteni a helyzet jelentőségét. Több mint 7 nap egyetlen tökéletes percért. Van mit javítanom az arányokon. A 3 újú hőcsik reggeliét megszakítja egy fiatal medve körüli felhajtás. Az életben maradáshoz szükséges tudás megszerzése nem megy zökkenőmentesen. Jobb esetben a kíváncsiság hajtott a felfedezés vágyára egy nagyobb acskai egység. A kis légtornász állandóan résen van. Soha nem tudhatja, mikor, honnan törnek az életére. Egy viharvert nyuszt könnyedén mozog az ágak között. Az egyensúlyozáshoz szükséges farkának a fele elmaradhatott egy küzdelemben, de ez még mindig nem akadályozta meg, hogy elkapja a mókust. Igen, rólad beszélek. Nos, ez volt egy pici része az ezerarcú ősznek úgy, ahogy én látom. Színesnek, hátborzongatónak, megújulónak és csendben is sokat mondónak. Tanuljunk hát tőle!